Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. A frontok elhagyták térségünket, és anticiklon alakítja az időjárásunkat, úgyhogy felszakadozik a felhőzet, sőt, délfelől melegebb levegő is áramlik hozzánk. Mindez azonban csak átmeneti lesz, csütörtökön újabb frontok közelítik meg a Kárpát-medencét, és hétvégén is egy markánsabb hidegfront teszi tiszteletét nálunk, így még számíthatunk bőven változékonyságra. A csúcsértékek egyelőre még az ilyenkor megszokottól elmaradnak, általában a Kárpát-medencében 10 és 16 fok közé melegszik a levegő. Erdélyben jóval hűvösebb lehet, néhol csupán 4 és 6 fok lesz a legmelegebb percekben, itt még éreztetik a frontok a hatásukat, úgyhogy eső és záporok is előfordulhatnak. Eleinte egyébként keleten még lehetnek erősen felhős körzetek, majd ott is szépen fokozatosan szakadozik a felhőzet. Napközben felhő átvonulások jellemzik az időjárásunkat, és csapadéktól már nem nagyon kell tartani hazánk legnagyobb részén. Az északi a szél azonban újra megélénkül, majd megerősödik, és az északkeleti tájakon viharos lökések is kialakulhatnak. Azért a jó hír, hogy elő-elő bukkan a nap egyre több felé, este pedig határozottan csökken a felhőzet, úgyhogy szerdán már tényleg napsütéses idő ígérkezik, újra elérheti a 20 fokot a hőmérséklet. A hajnali órákban azonban a fagyzugos helyeken gyenge fagyok is előfordulhatnak, majd csütörtöktől kezdve az éjszakák is enyhülnek. Napközben még élvezhetjük a napsütést, csütörtökön este azonban újra nyugat felől vastagszik meg a felhőtakaró, de nem hosszú ideig, szintén nyugat felől majd szakadozik is a felhőzet, így pénteken csak elszortan számíthatunk záporokra, illetve esőre. Szombaton napközben is élvezhetjük a napsütést, sőt, újra 20 fok környékén alakul mindenütt a hőmérséklet, szombat este azonban már megérkezik az említett hidegfront, így szombat éjszaka és vasárnap újra csapadékos, felhős, egészen borongós időre készülhetünk. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, szép napot kívánok!